Szadai Kiskertulajdonosok Szőlészeti és Borászati Egyesülete idén is megrendezte hagyományos bálját. A február 21-i rendezvényt, melynek idén is a Székely Bertalan Művelődési Ház adott otthont, borverseny is kísérte, melyen közel 70 bort neveztek a gazdák. A jó hangulatról a Váci Vox Duo gondoskodott. Paulovics László, az Egyesület elnöke, Oroszi Sándort, Szada nagykösség polgármesterét kérte fel a bál hivatalos megnyitására. Jelen pillanatban a Szőlészeti Borászati Egyesületnek a vendégei vagyunk. Ez az Egyesület 12 éve nyitott Szadán, akkor bontotta a zászlaját, azóta egy nagyon jól összeszokott garnitúra, bizonyítottak, hogy érdemesek a figyelemre, sokféleképpen. Először is a szőlészeti borászati területen is, másodszor itt a döntő többsége a társaságnak egyéb társadalmi munkát is végez, civil szervezetekben részt vesz, polgárőrségbe, faluszépítésbe és sok mindenbe. Én azt hiszem, hogy a falu közösségének egy olyan építő csapata, amelyre érdemes figyelni. És hadd mondjam azt, hogy az önkormányzat, a képviselőtestület is így értékeli, így ítéli meg a munkát. Legutóbbi időben kaptak egy önkormányzati tulajdonú épületet, amelyet gyönyörű szépen helyrehoztak. Ebben az évben módot, lehetőséget fogunk találni, hogy még a hiányzó dolgokat, egy új tetőt, meg egyebet megcsináljuk, hogy ez, amit ők rendbe hoztak, ez hosszú távon tudja szolgálni a szőlészeti borászati csapat életét, munkáját. Nagy szeretettel köszöntöm az Egyesület tagjait, a vendégeket, és ezzel megnyitom a Szőlészeti Borászati Egyesület estéjét, bálját. A megnyitót a helyi általános iskola néptánc csoportjának műsora színesítette. A már hagyományosnak mondható szadai borbát 12. alkalommal rendezték meg. A korábbi évekhez hasonlóan rendezték meg, vagy újítás is történt idén? Igen, újításunk van. Több település részt vesz, Kóst, Verőce, az még tavaly nem voltak, most beszálltak ebbe a rendezvényben, mi is vagyunk ott, elmegyünk hozzájuk, megtaláltuk a partnereinket. Hány vendég látogatott el a borbálba? Húha, 115. Mitől jó a jó bor, főleg a szadai? Mitől jó a jó bor? Odafigyelés, az egész lényeg odafigyel. Idén nem mondhatja nagyon jó, mert nem volt az időjárás. Nehéz volt a zsűrinek a dolga? Megszenvedtek vele. Én ott voltam, mint kívülálló, megszenvedtek vele, és nagy csatát vívtak. Nagyon jó eredmények vannak, emberek fejlődnek, nagyon jó fejlődnek, és mondhatom, hogy mindig jobbak lesznek. Először vesz részt a szadai borbálon? Igen. És mi a véleménye, hogy érzi magát? Jól indult az este, jól érzem magam. Kóstolta-e a finom borokat? Igen, egy vöröset, egy zweiget, meg egy fehéret, ennek nem tudom még mi a neve, nagyon finom, zamatosak. Van kedvenc bora? Különösebben nincsen, inkább az édes borok felé orientálódom, de ezek is finomak voltak.
Van-e a borhoz kapcsolódó élménye, akár gyerekkori élmény? Igen, a szüretek gyerekkoromból, amikor korán reggel kimentünk a határba, a szőlőbe, ment a család apraja, nagyja, rokonok, ismerősök, és akkor szedtük, szüreteltük a szőlőt, akkor még ilyen szekérre, amit kibéleltünk kukoricaszárral. A kukoricaszárra tettek a nagymamáik ponyvát, és abba mentek a szőlőfürtök. Szüret után kint a határban megterítettek a nagy fehér abroszra, és előkerült mindenféle finomság, szalonna, töpörtyű, savanyúság, hagyma, és aztán volt egy kis bor is, még az előző évből. Amikor hazavittük a szőlőt, akkor ledarálták, és elkezdődött a préselés. Ez egy nagy élmény volt, ezt mindenki várta, különösen az új mustot. Önnek van a szőlőhöz vagy a borhoz fűződő élménye? Hát az az igazság, hogy az én családomban nem volt divat a szüretelés, olyan családból származok, amire visszaemlékszek még fiatalabb koromban, mondjuk gyerekkoromban. Nem igazán, hanem már így felnőtt koromban találkoztam a szüreteléssel, ami nagy élményt okozott. Úgy szoktunk szüretelni, nincs szőlőnk, hanem bérelünk, és magunk meg leszületeljük, és nagyon jó hangulatba telik, aztán hazavisszük, és akkor csinál a párom mustot, azt nagyon szeretjük, majd a bort. Hát én a vörösbort szeretem, leginkább a Zweigert. Az egy ilyen száraz bor, és én azt szeretem leginkább, de a vöröset. Önök rendszeresen részt vesznek a szadai borbálon, most hogy érzik magukat? Rendszeresen részt veszünk, mert a párom az tagja ennek a klubnak. Én úgy hívom őket klub, lehet, hogy nem is ez a nevük, de én klubnak hívom, és ő tagja már 4-5 éve, lehet, hogy 6 is, és szívesen részt veszünk, úgy az egész évi munkájukban, meg ezekben a rendezvényekben is. És mindig jól érezzük magunkat. Most szerintem még a zene is sokkal jobb, mint eddig szokott lenni. Nem tudom, hogy honnan jöttek, azt hiszem Vácról, de nem biztos, de nagyon színvonalas az énekes is, meg az egész zene. És hát nyilván ez a rendezvény is azért. Sokat dolgoztak a fiúk, hogy ez így megvalósuljon. A Szadai Szőlészeti és Borászati Egyesület legifjabb borásza Simon Tamás családjával 2004 óta él Szadán. Mióta él Szadán? Hát, családommal 2004 óta költöztünk Szadára, azóta élünk itt Szadán. Én Győr-Moson-Sopron megyéből származom, párom viszont Fehér megyéből. Mikor kezdett foglalkozni a borral? Paulovics László, a Borászati Egyesületnek az elnökének a kérésére léptem be a Szadai Szőlészeti Borászati Egyesületbe tavaly év folyamán, és tavalytól kezdtem el foglalkozni egy kicsit a szőlővel, illetve a borászattal. A Szadai Borászok csapatába sikerült-e beilleszkedni? Hogy érzi magát? Hát úgy érzem, hogy elfogadtak, és mint látható volt itt a rendezvény is, tehát számítanak rám, illetve a családomra. Úgyhogy amiben tudunk, segítséget nyújtunk szervezésben, kivitelezésben itt az Egyesületnek az életében, illetve a rendezvényeken. Úgy érzem, befogadtak, igen. Szeretnek bennünket. Gyerekkorában volt a családban szüretelés, borkészítés, tehát vannak emlékek, némi elsajátított tudás? Persze, természetesen, tehát nagyszülők mindkét oldalról, anyai és apai ágról is foglalkoztak szőlővel. Volt otthon szőlőt, készítettek bort is, többféle gyümölcsből, szőlőből, ribizliből például. Tehát megvolt az alapja ennek a dolognak, sőt, mint több édesapám által kaptam egy teljesen szűz hordót tavaly, amiben indult a borászatom, amiben készítettem az első boromat. Ez egy kék frankos rozé, amely most megméretetett ezen a versenyen. Hát kíváncsian várom, hogy milyen helyezést értünk el vele. Hát idei első verseny az Kosdon történt, ott bronzérmet nyertem vele. Meglátjuk itt Szadán, hogy a borbírók milyen eredménnyel minősítették a bort. Nehéz dolog a borászkodás, sok minden kell hozzá. Mihez képest nehéz? Tehát jó szőlő kell hozzá, jó terület kell hozzá,
és idő kell hozzá. Figyelni kell a borra, gondoskodni kell a borról, megfelelő hőmérsékleten kell tárolni, ugye az eredési időszakában, forrási időszakában. És hogyha minden rendben van és minden flakkol, akkor jó minőségű borokat lehet belőle készíteni. A házi borversenyen kizárólag kistermelők 2014-es borai versenyezhettek. A három borbíró által meghozott döntést az est folyamán hirdették ki. Mi alapján zsűrizték a borokat? A fehér borokkal kezdtünk, a rozéval folytattuk, és klasszikusan a vörössel fejeztük be. Egy 100 pontos teszt alapján bíráltuk a borokat, amit egyébként én nem biztos, hogy helyesnek tartok, hogy házi borkészítés folyamatát 100 pontos bírálattal bíráljunk. Egyszerűbb lett volna, és célra vezetőbb, és talán pontosabb is, ha a 20 pontos bírálatot, egy másik lehetőséget, egy 20 pontos bírálatot helyeztünk volna előnybe. A íz, illat, a megjelenés és egy összbenyomás adta a teljes képet. A fehér borok között sok olyan bor találtunk, amely félkész állapotban volt, de hát a bírálatnak az a lényeg, hogy az adott helyzetet, az adott produkciót bírálja el az ember. Ezekből a borokból, amik esetleg alul lettek pontozva, ezekből meg lehet kiváló bor később, de abban a pillanatban csak annyit nyújtottak, amennyi pontot tudtunk ráadni. Ön milyen bort ajánlana a vendégeknek? Mindenki olyan bort fogyasszon, amit szeret, ami neki ízlik. Tehát a jó bor az egy olyan tágfogalom, amit nem lehet emberre szabva behatárolni, hiszen az ízlések oly szinten változnak. Vannak divatirányzatok, divat száraz bort inni, divat illatos egynyári borokat inni, nagyon divatosak a rozék, de ha valakinek a félédes bor tetszik, ráadásul vörösből is a félédes tetszik, ám legyen így a vörösbort ízlése szerint, de édes vörösbort azért senki ne igyon. Hol lehet ma a borászatot tanulni? A Gödöllői Agrártudományi Egyetemnek van kara. Egyébként nagyon sok fizető lehetőség van. Különböző sommelier tanfolyamok indulnak, ami nem a növénytermesztésről, hanem nyilván csak a bor készítésről, illetve a bor bírálatáról, vagy elbírálásáról szól. Ez nagyon divatos manapság, emberek hobbiból gyakran megteszik ezt. Vörösbor és rozé kategóriában 8 arany, 5 ezüst, 8 bronz, míg fehérbor kategóriában 3 arany, 11 ezüst és 9 bronz díjat osztottak ki. A kategóriák legjobbjait serleggel jutalmazták. Kérek a cipó, a babám ide csukja hordnál. Tanulva vagyék, a csillagos ég, hogy ilyen szerelmesen oldom még. Hely, amikor a galapom hozzám ér. Az eredményhirdetés követő táncos mulatságot már csak a tombola húzás szakította meg, ahol a sok értékes és hasznos nyeremény mellett egy 1967-es évjáratú badacsonyi óbort is kisorsoltak, melyet Szadanak község polgármestere Oroszi Sándor ajánlott fel. Hallottod mit száz, figyelj most rád, volna ott az egy kis mondókán. Szíved csapod át, ide-oda jár, ezek át minden egyes percétkán. Hely, hogy az okoszóra hallgattál, az anyakönyvi hivatal nem elhallgat. Sárga a rigó, kerek a cél.
cipó, nekünk már házasodni volna jó. Hely, hogy a okosóra hallgattál, anyakönyvi hivatal elhallgat. Sárga a Rikó, kérik a cipó, nekünk már házasodni volna jó. Kerüljen ébe, súlyom lája, kipi tapogat, van-e hája.